Szeretettel köszöntök mindenkit itt és a képernyők előtt is. Szili Nóra vagyok. Salgótarján 100 éve város, most már én is hazajárok, hiszen sokatszor jön az én sztorim. Az én sztorim a tekintetben, hogy én kérdezhetek, én kaptam meg a bizalmat, és olyan emberekkel beszélgethetek, akiknek a személyiségük alakulásában, a sikerükben, az életükben nagyon-nagyon fontos helyszín, és nagyon sokat kaptak itt, ettől a várostól. Ma két szívem csücske vendég jön, az egyikhez szorosabban is közöm volt, hiszen az X-faktor mentoraként, lélekmentoraként, láthatatlan mentoraként dolgoztam annak idején, éppen 10 éve, amikor ő megnyerte. Az első vendégem, Olá Gergő. Nézlek te, és ugye emlékszem a X-faktor házba, arra a kis szorongó fiúcskára. Igen. Elszaladt a 10 év. Kereken 10 év. Tehát most október lesz volt. Igen. Igen, októberben kezdődött. Októberben költöztünk be. Nem tudom, azt mennyire tudják a kedves nézők. Hogy októberben mi már beköltöztünk, sőt, október előtt is már talán, és jóval az élős előtt költöztünk be, és akkor utána ott találkoztunk mi elég sokat. Igen, sokat beszélgettünk. Na de nem erről akarok, és nem 10 évet megyünk csak vissza az időben, most már visszamehetünk 33-at. Krisztusi korba értél, és ugye az első helyszín itt 9 kilométeres Salgótarjántól, Karancslapújtő, ahol te cseperedtél, Gergő, hogyha... Igen. Akkor én ott sétálgattam volna abba a kis faluba, akkor hol bukkantam volna rád, milyen körülmények között, milyen családba születtél te? Hú, igen, Karancslapújtőn nőttem föl, én nagyon szerettem, nekem nagyon jó gyerekkorom volt, én ezt tudom mondani, sőt, most felnőtt fejjel azt tudom mondani, hogy nagyon szerencsés voltam, de... Akik ismernek, azok lehet, hogy nem értenék ezt, hogy miért mondom azt, hogy szerencsés, meg hogy boldog, meg fantasztikus gyerekkorom volt, mert kívülállóként lehet, hogy látták azt, hogy sokat nélkülöztünk, sok olyan évünk volt, amit szegénységben töltöttünk el. Mit jelentett a szegénység akkor, Gergő? Hát azt jelentette, egyébként én nem éreztem ezt gyerekként, tehát ott kezdeném az egészet, én nem éreztem azt, hogy szegények vagyunk. Az, hogy most édesanyám átküldött a nővéréhez, hogy kérjek már tőle kenyeret, hogy van-e neki, én átmentem és kértem, és hoztam kenyeret, és akkor mi is tudtunk enni kenyeret. Én valahogy ezt akkor nem éreztem ennek a súlyát, de valószínű, hogy a szüleim is ezt jól kezelték, és ez miatt én nem éreztem magam szegénynek, vagy hátrányos helyzetűnek. És azért tudom... Akkor például osztályomban azért voltak különbségek, az öltözködéstől kezdve, a dolgainkig. Kinek milyen toltartója van, milyen iskolatáskája, stb. Kinek milyen van otthon, meg mit nem tudom, milyen videójáték, ilyen dolgok, amolyan dolgok, van akinek már ugye akkor már telefonok is jöttek be, az is. Ezt láttam, de mégse éreztem magam rosszul, hogy nekem nincsen az meg. Mert viszont ami a legfontosabb, én azt gondolom, azt viszont én megkaptam a szüleimtől. A szeretetet? A szeretetet, az odafigyelést, az idejüket, az időt kaptam a szüleimtől. Én nagyon-nagyon nagy barátságban voltam az én édesanyámmal. Óriási barátság. Van köztünk a mai napig is. De például a gyerekkorom, ami nagyon erős volt, az a kamasz tini korom, én akkor nagyon erős szövetségben voltam édesanyámmal. De ahogy emlékszem és mesélted nekem, hogy amikor zongorázni tanultál, ugye arra nem nagyon volt esély például, hogy legyen egy hangszered. De aztán anyu valahogy megoldotta, és vettetek egy... Egy kis szintit, igen, igen. Egy szintetizátor. Így van, hát ilyenek is például, így van. Hát elég hamar egyébként rájöttek a szüleim arra, most nemrég kérdeztem pont egyébként édesapámat, hogy mikor jöttek rá arra, hogy én úgy tudok énekelni, vagy hogy jöttek rá, és apu nekem azt mondta, hogy ő már másfél-két éves koromban ezt meghallotta. Édesapám is egyébként jól énekel, és jó füle van, jó hallása van a zenére. Csináltatok is egy duettet, ami megtalálható, az Ünnep, a Piramis szám, ugye, ami apu kedvenc száma. Aktuális lesz, nem sokára karácsony. Így van, és ott meg lehet hallgatni apát és fiát együtt, amin duettet énekel, de gyakorlatilag az apu álma teljesült benned, vagy általad, hiszen ő neki nem ez lett a hivatása. De nyitott füllel és nyitott szemmel figyelte a kisfiát, és támogatta ebben, hiszen egy csomó zenei stílust is megmutatott neked. Így van. Nagyon-nagyon
tehát bennem ő fektette le az alapokat, édesapám. És 2 éves koromban ő ezt így meglátta bennem, és onnantól kezdve ők már tudatosan neveltek engem a zene, a művészet felé, a tánc felé. Ez a két dolog ugye mindig az életem része volt, a tánc és a zene. És hát általános suliba ugye be is irattak zeneiskolába engem, és ott volt ez az ominózus dolog, hogy ugye kellett volna valami, amint tudok otthon gyakorolni, de nem tudtunk. Aztán édesanyám, ha jól emlékszem, akkor valahogy vagy kölcsönkért, vagy valami hitelt vettek föl, hogy nekem legyen otthon szint, és tudjak gyakorolni. Mennyit jártál be Salgótarjánba? Tehát hogy volt, hogy itt van gyakorlatilag egy köpésre, ahol születtél, vagy ahol cseperedtél, de mennyi volt itt a hangsúly, mi az, ami ide köt, mi az, ami élmények a gyerekkorodból Salgótarjánhoz csatolhatók? Igazából a gyerekkorom az teljesen Karancslapújtőn történt, és ott volt minden. Már ahogy elbalagtam ugye suliból, nekem így a 10 éves korosztályom, korszakom volt itt Salgótarjánban. Viszont onnantól kezdődtek azok az erős dolgok, amik azért eléggé megalapoztak sok-sok dolgot az életemben, azok itt történtek. Hova vinnél el Salgótarjánba, hogy na, Nóra, figyelj, itt történt ez, ami nekem fontos volt, vagy itt volt valami vicces, ami nekem fontos volt? A Citybe. Nem, az már van ma még a City? Nincs egy City? Nem így hívják. Na, nekem az egy nagyon fontos állomás volt, egy fontos hely volt számunkra, egyébként a fiatalok számára, nem tudom most, hogyan működik a mostani, de az akkori, az brutál emlékek kötnek oda, és nagyon sok minden történt ott, ami szintén jó alapokat fektetett le az életembe. A City ez egy ilyen ifjúsági központ volt, be lehetett menni, akkor jött be az internet, lehetett ott internetezni, volt egy terem, ahol lehetett táncolni is, ha valaki szerette volna, zenélni lehetett. És én ugye gyermek és ifjúsági felügyelő szakmát is végeztem, vagyis leraktam egy ilyen tanfolyamot, és oda mentem pont gyakorlatra dolgozni ebbe a Citybe. És én akkor ott mondtam a vezetőnek, hogy mi lenne, ha alakítanék egy zenekart, hogy a fiatalokat megkeresném, ki az, aki szeret zenélni, énekelni, és jöttek sokan, zenéltünk együtt, csináltunk egy zenekart, aztán elkezdtem táncot is tanítani ott is. És hát ott fontos embereket is megismertem, de arra majd lehet, hogy később térünk ki. Igen, a fontos ember, aki egy fontos ember, aki a legfontosabb ember, aki az 5 gyermeked édesanyja ember, Niki, az majd később jön. De azért alapvetően, amikor kicsi voltál, te táncos életről álmodtál. Igen. Aki majd járja a világot, és körbe táncikálja a bolygót. Így van, szó szerint. Hát akkor ugye, amikor a tehetségkutatókra Nógrád megyében jelentkeztél, akkor tánccal jelentkeztél, vagy énekkel? Hát igazából ez nagyon vegyes volt, mert ugye ott elsős, másodikos koromban az én énektanárom azért ott ő már rájött, vagyis kiszúrta, hogy jól énekelek, és ő el is kezdett engem hordani, Kotrócz Márti néni egyébként, azóta is nagyon hálás vagyok neki azért a korszakért, nagyon sokáig támogatott engem. És ő már elkezdett ott engem vinni népdaléneklési versenyekre. Rengeteg népdaléneklési versenyen voltunk. Szlovákiában nagyon sokat jártunk, Fülekre, ott mindig volt minden évben népdaléneklési verseny. És ő saját költségén egyébként mindig elhordott engem az ő saját kis kocsijával, és vitt engem. És én ott nagyon sokat tanultam ezeken a versenyen. Nagyon sok énekversenyen voltam. Aztán így 5. és 6. koromba kezdődött el a néptánc. Mert ugye a Karancslapújtő iskola az művészeti általános iskola volt, ezért volt zene, meg volt néptánc is. És hát én onnantól kezdve szerelmes lettem a néptáncba. Ilyen katartikusan tényleg nekem ott így elvágtak mindent. Mert úgy volt, hogy focista is leszek, énekes is leszek. Úgy volt, hogy nem tudom, táncos is leszek. A focit azt még nem... Foci is volt, képzeld el. Na látom. És ott például az edző választás elé állított engem, mert ha ügyes voltam abba is. És szerint. A fiam örökölte a foci tudásomat. Meglátjuk, hogy ő melyiket viszi tovább, vagy ő is összekavarodik. Mert ott én is összekavarodtam egy kicsit, hogy akkor mit válaszok, mert szerettem tényleg mind a hármat. A focit is szerettem, az éneklést is, a zenét, meg a néptáncot is. És ugye én szoktam mondani, hogy már akkor is ilyen vezetés volt, egy felsőbbrendű vezetés volt az életemben, mert az edző úgy kimondta nekem, hogy figyelj, nem csinálhatod a hármat együtt, válasszál, hogy melyiket szeretnéd,
vagy a művészet, a zene, tánc, vagy a foci. Hát, és akkor én egyértelműen így ki tudtam mondani, hogy jó, akkor a tánc, meg a zene. És úgy a focit abba hagytam, és elkezdődött így a művészeti ágazat, és a tánc, a néptánc, az nekem szerelem volt. Ugye 2 évet voltál Nyíregyházán táncművészeti középiskolában, ahol végül is nem maradtál ott, nem csináltad végig, de hogyha volt az az érzéked, meg a tehetséged szinte mindenben, de egyébként egy milyen kölyök voltál? Mert én feltételezem, hogy azért, aki ilyen mozgékony, ha lehet, hogy szeleburdi voltál, lehet, hogy szétszórt voltál, nem tudom, hogy a bizonyítványodat, ha megnézegetném, akkor abban ott mit találnék? Tehát, hogy a kicsi Geri milyen volt? Hát úgy, ahogy mondod, igazából szerintem ilyen szeleburdi voltam, kicsit szétszórt, az még a mai napig is megvan. De nagyon álmodozó voltam, nagyon-nagyon, de egyébként a mai napig is. De én tényleg így hatodikos koromban én már tényleg arról álmodoztam, hogy én be fogom járni az egész világot, és táncos leszek. Aztán majd, ha idősebb leszek, akkor majd tanítani fogok egy profi tánccsapatot, és akkor ebből fog állni az életem. És ezek így mentem is ez e felé egyébként. És ugye Nyíregyházára jártam középsuliba, ott kolis lettem. Ott is nagyon sok mindent tanultam, de egyébként oda úgy jutottam be, nem tudom, ezt tudod-e, hogy pont egy néptánc versenyen voltam Debrecenbe, a karancslapújtői csapattal, és szólóban is indultam, Szászcsavási cigánytáncot tanultam, vagyis azzal versenyeztem, azzal indultam, és az ottani versenynek a zsűri elnöke a Nyíregyházi iskolának az igazgatója volt. És az iskola egyébként nem könnyű suli. És az igazgató azt mondta nekem a verseny után, ott külön díjas lettem, hogy ő szeretné, hogyha az ő suliukba járnék tanulni. Nem kell felvételiznem, hanem mehetek. Mázli. Hú, mondom, azért gondolkodtam rajta, mert utána elkezdtem hallani, hogy az egy nehéz suli, és hát a bizonyítványom nem biztos, hogy olyan volt, ami oda elég lett volna. És akkor a szüleimmel megbeszéltük, és azt mondták, hogy úgyis táncos szeretnél lenni, és ez lehet, hogy segíteni fog, és akkor elmentem oda. De aztán több oka volt annak egyébként, hogy sajnos nem fejeztem be azt a sulit. Ugye nekem annak idején azt mesélted, hogy például az is nehéz volt, hogy hétvégeken versenyek voltak, nem nagyon tudtál hazajönni, igen, és te nagyon erősen kötöttél a szüleidhez. Igen. Most pedig egy interjúban azért azt is elmesélted, hogy ott először szembesültél azzal, hogy bántottak a romaságodért, és ezt nagyon nehezen kezelted. Így van. De hogyha még visszamegyünk egy kicsit az induláshoz, ugye édesapád az kömüves dolgozott sokáig, aztán vasat gyűjtött, és te jártál is vele, igen, a településen, valami hangos bemondó, mit harsogott ott? Igen, az én hangom volt a hangos bemondó egyébként. És mit mondott a hangos bemondó? Hú, várjál, pontos, hogy megpróbálom utánozni. Amit lehet itt páran hallották, és valami utcába lehet, hogy bementünk kapuval. Jó napot kívánok, megérkezett a hulladék felvásárló. Átveszünk vasat, hulladékot, elromlott, nem tudom, hűtőt, meg ilyeneket soroltunk, és akkor ezt többször ismételtük az én hangommal. Hát a Olá Gergő hangja így lett ismert a környéken először. De egyébként tehát az apu mellette elég korán elkezdtél gyakorlatilag dolgozni. Igen. És miközben megszerezted ezt az OK és képesítést, nem nagyon találtál állást. Nem. Gyárakban sem, sehol sem. És azon gondolkoztam, Gergő, hogy azért ez egy elég nehéz indulás, hogy mindezek ellenére mertél álmodni arról, vagy nem kopott meg annak a vágya, hite, hogy egyszer majd odaérsz? Akkor, amikor az volt a kérdés, hogy elő tudom-e teremteni a betevőt? Hát ugye én rengeteg tehetségkutatóba jelentkeztem, és jelentkeztem a Megasztár 3-ba. Ott bejutottál az 50-be. Bejutottam a legjobb 50-be. Egyszer benne voltam a tévébe, és utána itt Tarjánba, buszmegállóba kért tőlem 2 lány autogramot, és azt hittem, én vagyok Michael Jackson. Tehát én ezért nagyon hálás is vagyok például, hogy 16 évesen nem nyertem meg semmit, mert akkor valószínű, hogy máshogy kezeltem volna 16 éves fejjel ezt a könnyen jött, vagyis gyorsan jött sikert, meg ilyenek. Tehát sok tehetségkutatóba jelentkeztem, de 16 évesen én már ott ugye dolgoztam apuval, és nagyon sok tehetségkutatóba jelentkeztem, aztán ugye mivel nem volt siker, azért volt bennem már némi csalódottságérzés, és az, hogy
Volt egy időszak, pont egyébként a házasságom közelében már, amikor már nem érdekeltek, nem ezzel foglalkoztam, hogy én most menjek tehetségkutatóba, és akkor nem tudom, mit csináljak, hanem próbáltam valahogy megalapozni a jövőt, ahogy sikerült. De mindig, tehát bennem mindig volt valami, ami mozgatott belülről a zene felé, afelé, hogy valamikor ennek sikerülnie kell, mert hogyha kaptam egy talentumot, kaptam egy tehetséget, az nem lehet, hogy az csak úgy legyen, és semmi ne történjen vele. Ezt mindig tudtam magamat, de volt igen olyan időszak, amikor egy kicsit így feladtam. Ugye ne, az is, talán ne is feladásnak mondjuk, hanem egy mérlegelésnek, hiszen ugye 17 igen. éves korodban huncut módon ismerted meg a életed párját, Nikit. Mert hogy ő is jelentkezett abba a tánciskolába. Így van. És erre te így van. Mit csináltál? Hogy igen. udvaroltál? Hát, ugye jelentkezett abba a tánciskolába, ahol itt a Citybe, ugye, ami volt itt táncsuli, és hát ott én azonnal kiszúrtam őt magamnak, és onnantól kezdve minden szóló táncot nekiadtam, és minden páros táncnál ő volt az én párom. Nem volt protekció, semmi elfogultság, semmi, nem. Felgyorsítottam a folyamatot. A saját eszködeid. Persze, és hát ugye elkezdtünk közelebb kerülni egymáshoz, ismerkedtünk, és nagyon hamar egyébként így tisztázódott bennünk egy-két év alatt, hogy mi tényleg egymásnak vagyunk teremtve. De olyan fiatalok voltatok, mit tudtatok ti arról, hogy az egyik a másiknak az igazi lesz örökké? Hát ezt érzi az ember, én azt tudom mondani, hogy az olyan más érzés. Nekem például az egyik dalomba benne is van, talán most megjelenő dalom, egy hónap jelent meg az új dalom, Jóban, rosszban címe, az úgy kezdődik, ezzel a történettel, hogy minden egy öleléssel kezdődött. Mert volt egy táncóránk, és akkor azután az egyik táncos lánynak a születésnapját ünnepeltük éppen, és ott volt egy, bulisztunk egy kicsit, és ott volt egy ilyen, egy mélyebb pontra került a Niki ott, valami lelki dolog volt, és ott beszélgettünk. És ennek a beszélgetésnek a végén én megöleltem őt, akkor az volt az első ölelésünk. Már ismertük egymást régóta, az első ölelésünk volt. És abban az ölelésben én olyat éreztem, mint amit még soha egy ölelésben se. Nem nagy dolgokról beszélek, nem beszélek 18 pluszos dolgokról, egy ölelésben éreztem azt, hogy ő az én másik felem. Ő is ezt mondaná, gondolom. Remélem. Na, kifaggatjuk. És akkor gyakorlatilag elég hamar közös életet kezdtetek, és akkor ide költöztetek Salgótarjánba, ugye? Igen. Az első közös albérletünk az Karancslapújtőn volt. Ott egy évet laktunk, és hát ott nem voltak annyira komfortos, szó szerint nem volt komfort a házban. Egyébként. Effektív? Igen. Az azt jelenti, hogy... Hát például a konyhában nem volt víz, fűtés az fafűtés volt, tehát mosogatni meg minden, volt komfort, de nem összkomfort volt, mosogatni meg minden ilyesmi dolgot Niki a fürdőbe, kellett áthordani mindent, meg ilyesmi, de nagyon hálásak voltunk érte, hogy külön tudtuk kezdeni a közös életünket, nem pedig beköltözni anyunak vagy apunak valamelyik szobájába, hanem ez így nagyon-nagyon jó, mi nekünk ez nagyon nagy dolog volt, hogy külön tudtuk azonnal kezdeni az életünket. Aztán a jó reménységünk volt arra, hogy ha beköltözünk majd Salgótarjánba, akkor talán több lesz a lehetőség, és azért jöttünk be ide. És akkor itt kezdtél el dolgozni, és már jöttek is a gyerekek, nem? Igen, tehát konkrétan egy ilyen másfél-két évünk volt kettesbe, a házasságba, tehát amikor összeházasodtunk, és utána már jöttek is a gyerekek, akiket... Hosszú tömött sorokban. Igen. De most azt mondta, létszámstopp van. Igen. Így ötnél, most azt most mondta. Most gyermekünk van, a picike az egy éves éppen. Így van. Olli. Na, de akkor itt Salgótarjánban, és akkor volt a közmunkás időszak? Erről? Hát én már Karancslapújtőn is közmunkás voltam az alatt, az évek alatt, mert ugye volt ez a szakmám, ez a gyermek és ifjúság felügyelő, de sajnos nem tudtam, akkoriban nem tudtam elhelyezkedni vele sehova. Nagyon sok helyre leadtam az önéletrajzomat, kollégiumokba, gyermekotthonokba, gyívibe is leadtam, ott dolgoztam gyakorlaton, és így sehova. Aztán volt ez ugye, hogy
akkor beköltöztünk Salgótarjánba, és akkor elkezdtem gyárakba is leadni, az ipari parkba, az összes gyárba, ezzel van egy vicces sztorim egyébként, az összes gyárba beadtam az önéletrajzomat. Mondhatok gyárnevet, vagy ilyesmi? Persze. Na, beadtam, szerintem ismeri mindenki, a Micsuba. Jól mondom? A Micsubába is beadtam az önéletrajzomat, és akkor hát nem vettek föl, és akkor ugye, amikor megnyertem a versenyt, az X-faktort, rá egy-két évre meghívtak fellépni engem egy családi napra a Micsubába. Yes! És akkor mondtam nekik, bezzeg, amikor küldtem az önéletrajzomat, nem vettetek fel dolgozni. Ilyen viccesen mondtam nekik, aztán tényleg? Már most felvennénk? Ja, hát mondom, köszönöm szépen! Késő, ez a hajó elment. Igen. Szóval akkor nem sikerült sajnos. De figyelj, mondod ezt most már mosolyogva, nyilván mosolyogva beszélhetünk erről is, 10 éve megfordult az élet veled. Igen. De azért akkor gondolom, hogy voltak azért sóhajtozós, reménytelennek tűnő beszélgetések, hogy mi lesz velünk, vagy hova, vagy közmunkásként mit csináltál? Hú, hát az egy nagyon kemény korszak volt, mert hát ugye a közmunkabér akkor sem, valószínű, hogy most sem, elég, hát arra volt elég, hogy kifizettük az albérletünket, bevásároltam nem tudom, egy hétre valót, és utána a további, a hónapoknak a többi napja az isteni csoda volt mindig, mert azok kemény napok voltak, és nekem apaként és férjként nekem nagyon, nagyon rossz érzés volt az, hogy nem tudok többet, nem tudok jobbat nyújtani, pedig nagyon mindig próbálkoztam tovább az önéletrajzokkal, de hála Istennek mindig volt mit ennünk, mindig volt fedél a fejünk felett, mindig tudtunk miben ruházkodni, tehát ezek a fizikai szükségleteink mindig be voltak töltve. Volt, amikor csak hagymás olajat tettünk zsömlével, de ettünk akkor is, és én nagyon hálás voltam azért is. De voltak olyan napjaim, amikor már ez sok és felgyűlöm lett bennem, és már sírva kiáltottam fel a Jóistenhez, hogy meddig kell még ezt így tűrnünk, és hogy mikor fog változni az életünk, meg mit tegyek még, hova menjek még. Úgyhogy sok év volt, ami így telt el nehézségek közepette, de én most már hálát tudok adni azokért a nehéz évekért, mert nagyon sok mindenre megtanítottak és megerősítettek engem azok az évek. A személyiségemet, a jellememet, azt, hogy értékelni mindent, minden kisi dolgot. A mai napig ezt tanítom a gyerekeimnek is, és a mai napig is a gyerekeimet is visszaviszem olyan közegekbe, ahol mi éltünk, és ugye még ők picik voltak, és hála Istennek nem éreztek akkor a szegénységből ők még semmit, de én tudatosan a mai napig is visszaviszem őket olyan közegbe, környezetbe, hogy lássák azt, hogy ahol most élünk, az nem természetes dolog, az nem magától értetődő, hanem az egy csoda. Hogyha ugye megyünk tovább az időben, végül is az X-faktorba nem is te adtad be a jelentkezésedet, hanem ez is Nógrád megyéhez és egy tehetségkutatóhoz köthető, hogy valaki ott úgy döntött, hogy bár már te ezt kicsit legyintettél erre a lehetőségre, de mégis jött. Így van. És hát meg kell, hogy említsem ugye azt, hogy én nagyon, tehát én keresztény életmódot élek családommal elég régóta, és nagyon hiszünk abban, hogy az Isten vezeti az életünket, és mi így teljesen át is adtuk neki, és odaadtuk az ő kezébe. És ezeket a nehéz éveket is nem is bírtam volna ki máshogy, hogy az isteni gondviseléssel, és támasszal, és segítséggel bírtam ki ezt az egész. Tehát a hit erőt ad akkor is, amikor más reménytelennek vagy kilátástalannak ítélné meg, akkor is tud egy olyan kapaszkodó lenni, hogy nem omlottál össze? Így van. A hitem, az Istenbe vetett hitem, ha nem lett volna, akkor valószínű, hogy nem tudom, lehet már börtönben lennék, vagy lehet, hogy ki tudja, hol lennék, nem tudom. Nekem, én mindent annak tulajdonítok, hogy az Istenbe vetett hitem, hogy az Isten segített, és ő vezetett minket, és azok az évek is arra voltak, hogy megerős. Tehát
Most ha például az áldásnak, a hirtelen jött dolgoknak, a pénznek, ezeknek mind terhe van, és én azt szoktam mondani, hogy fel kell nőni, meg kell érni a dolgokhoz, mert lehet, hogy valamit megkapunk, vagy elveszünk idő előtt, és nem bírjuk el. Ahhoz lépcsőfokozatonként fel kell nőni, és meg kell érni az ember személyiségének, a gondolkodásának. Ezért is mondtam, hogy 16 évesen örültem, hogy nem nyertem meg egy tévés tehetségkutatót. Én nem is nagyon támogatom azt, hogy a mai tehetségkutatókban 14-15-16 évesekkel nyeretik meg, mert nagyon könnyen el lehet sodródni rossz irányba. És nekem, én 23 éves voltam, amikor megnyertem az X-faktor, de akkor is nagyon kemény volt. Az első másfél-két évem nagyon kemény volt, és ezekben a kemény helyzetekben az Istenbe vetett hitem volt az, ami erőt adott és földön tartott, és erőt adott ahhoz, hogy menjek tovább és tartsak ki. De egyébként ugye itt egy Nógrád megyei tehetségkutatót megnyertél. Igen. És csak hogy végül is, tehát hogy te egyszer csak értesültél arról, hogy beneveztek. Ja, igen, bocsánat. Aztán folytatjuk a történetet. Így van, ezért is hoztam be a keresztény életemet, mert az isteni vezetést, hogy szemléltessem ezzel is, hogy nekem ott már eszem ágába se volt jelentkeznem az X-faktorba, vagy már nem voltak ott, már ott házas voltam, már volt gyerekem és két gyermekem, már nem járt a fejembe az, hogy én tehetségkutatóba jelentkezek, és akkor majd itt. Az járt a fejembe, hogy valahogy, akárhogy is, de kenyeret tegyek az asztalra, és az ilyen állapot az embernek azért a lelkét, szívét le tudja nyomni, és már nem biztos, hogy annyira motivált, de bennem ez mindig így buzgott, azért időszakonként jött, és próbálkoztam egyébként, partizenekarokba is zenéltem, itt-ott, tehát mindig az életem része volt, de tehetségkutatókban nem akartam jelentkezni, és még a házasságunk elején Bátony terenyén volt Nógrád csillagai nevezetű verseny, és az volt a nyeremény, hogy aki azt megnyeri, ott kap egy 3 éves menedzseri szerződést, és mondom nekem, ez kell menedzser. És akkor hát jelentkeztem nagy reményekkel abba a versenybe. És hát utána nem sok minden történt, sajnos, de azóta is nagyon hálás vagyok ezeknek a srácoknak. Pont a múltkor itt találkoztunk egy ünnepségen a Józsiba, és nagyon megölelgettem őket, mert amikor volt az X-faktor 2012-ben, ők neveztek engem be. És fölhívtak telefonon, hogy Gergő, megy, egyébként menni kéne válogatni? Konkrétan egy SMS volt, hogy szia Gergő, jelentkeztél az X-faktorba, mert ezt a lehetőséget nem hagyhatod ki. Hogy ők beneveztek engem az én nevembe. És akkor én nem tudtam hirtelen mit kezdeni, ezt mondtam Nikinek, hogy te mondom, most ez hogy mi van? Hogy beneveztek engem az X-faktorba, most mit csinálják, menjünk? Vagy tényleg már nem is volt a fejembe, meg nem is figyeltem szerintem a tévében is, hogy X-faktor jelentkez, meg ilyeneket, nem volt előttem a dolog. És akkor én szoktam mondani, hogy három embertől mindig, hogyha nagy döntés előtt vagyok, akkor legalább három embertől kérek tanácsot, hogy döntést tudjak hozni, hogyha nagyon nem tudok. És akkoriban ugye a feleségem véleménye számított, meg a szüleim, édesapám, édesanyám. Ez a három ember volt, akit megkérdeztem. Édesanyám egy kicsit így óckodott tőle, féltett, mert van egy sztereotípja ugye a tévés tehetségkutatókkal kapcsolatosan. Nem is véletlenül. Hogy sokan elszállnak, elcsodródnak. Igen, nem könnyű világ ez. Igen. Nem könnyű világ ez. Akárki is annak látja, nem könnyű, nagyon nem könnyű. De aztán mindhárom azt mondták, hogy próbáljam meg, mert lehet, hogy ez az a lehetőség, ami most meg fog érkezni, és akkor ez lesz az, ami átformálja, megfordítja a sorsunkat, stb. És akkor elindultam ezen a versenyen. De te minden egyes színpadra lépés előtt, a LED fal mögött azt hittük, hogy imádkoztál. Jó hittétek. De azt kérted, hogy segítsen tovább jutni? Vagy azt kérted, nem. Hogy... Én soha nem azt kértem, hanem mindig azt mondtam ott a LED fal előtt, egyébként kedvenc helyem volt a LED fal. Ott mindig, tehát nekem azért volt a kedvencem a LED fal, mert amikor a LED fal mögött álltam, ott én mindig megkértem a sminkeseket, hogy ne piszkáljanak már meg minden, hogy ott egyedül maradtam, és az nagyon nagy ilyen adrenalin löket volt, soha nem éreztem olyat. Mert itt álltam a LED fal mögött, és tudtam azt, hogy amikor a LED fal mögött vagyok, akkor egyedül vagyok én, és akkor mindig csak annyit mondtam Istennek, hogy legyen meg a te akaratod, hogy ne az enyém, ne az embereké, hanem a te akaratod legyen meg. Ha azt akarod, hogy tovább jussak, akkor legyen úgy, ha nem ez a te terved velem, akkor ne. És akkor ezt elmondtam, és akkor nagyon nagy, a szívem majd kigurott a helyéről, mert tudtam, hogy a LED fal mögött csak én vagyok, de tudtam, hogy amikor kinyílik,
akkor több mint 2 millió ember fog engem meglátni. És ez ilyen brutál adrenalin volt, nagyon szerettem. Én mindig, amikor kitalálták a koreográfiát, mindig mondtam, hogy én a LED-pal mögül akarok jönni. Ez a rítus. Igen, mert volt olyan koreográfia, talán egyszer meggyőztek, hogy ne a LED-pal, nem tudom, egyszer vagy kétszer, hogy ne a LED-pal mögül, hanem oldalról jöttem be, és akkor nem éreztem, tudod, azt a izét, hogy kinyílik a LED-pal. Úgyhogy én mindig próbálkoztam azzal, hogy én a LED-pal mögül akarok jönni. A házba lett LED-pal. A ház tele van ledekkel, de egyébként van, de nincsen nyíló LED-pal egyébként. Na, de jó ötlet. Na, jó. Valahova tessék ezt beépíteni. A pillanatra emlékszel? Én nekem nagyon megvan, hiszen én ott ültem ugye a háttérben. Néztük mindig, hogy mi történik, ki mit csinál, hogyan kapaszkodtunk egymásba. Amikor elhangzott a neved, akkor egyszerűen te eszednél voltál? Hát azért kérdez így, mert tudod, hogy nem voltam eszednél. Persze. Nem. Fú, az ott egy olyan pillanat volt, ugye ott álltunk az Ördög Nórival, és Antal Timivel álltam ott. Hát azok a percek, azok éveknek tűntek. Hát persze, mert ugye ilyenkor ilyen a műsorvezetőnek az a dolga, hogy húzza az időt. Persze. És akkor most mindjárt megmondjuk önöknek, már az összes szavazatot összeszámolva, nagyon kevés különbség van a két versenyző között, akik a mindjárt kiderül, hogy kicsodák, úgyhogy... És reklám! És reklám! És a 2012-es X-faktor győztese a reklám után kiderül. Ez gyakorlatilag nem véletlen parkolnak mentőautók, az tehetségkutatók, ezek ilyen veszélyeztetett helyzetek. Igen, szóval nagyon brutál pillanat volt. Nekem volt is egy olyan pillanatom ott, amikor álltunk, és teljesen végig szaladt bennem az a gondolat, az érzelmeimbe is behatolva, hogy oké, ezt most nem te nyerted, és jó, akkor ma max... közmunkára megyünk vissza, vagy valami lesz, vagy nem tudom. És ez az érzés el is borított. És abban a pillanatban, hogy ez az érzés elborított, az Ördög Nóri ordította a nevemet. Hogy Oleg Gerge! Na és ezért is volt az szerintem, hogy ez az érzés volt bennem, és erre meghallotta a nevem, és én egy másik bolygóra kerültem ott. Teljes extázis. Taknyom nyálam összefolyt. Hát sírtam, ott térdeltetek a gesztivel. Térdeltünk a gesztivel, összeestem, úristen. Az egy tényleg egy igazi, extatikus örömmámor volt. És az, amikor ez bekövetkezik, és az ember tudja, hogy egyébként, ugye ezt erről akkor is beszélgettünk, meg ezt minden mentor is elmondta, hogy az X-faktor az emel, megismer 2 millió ember, de az igazi verseny utána kezdődik. Szerintem a népszerűségért, a hitelességért, az elismertségért, meg önmagadért, vagy önmagaddal, vagy az új Olá Gergőért, mert szerintem ott egyszerűen újra kell definiálni magát egy embernek, akinek addig az élete ment úgy, ahogy, és aztán újra kell szülnie szinte magát. Szerintem az elmúlt 10 évben ez volt az egyik feladatod. Így van. Hát, és nem is kezdődött nekem ez könnyen az X-faktor után, mert... Hirtelen, amikor megnyertem ugye a versenyt, én egyedül maradtam. Valamiért, vagy valahogy így jött ki, vagy nem tudom, az Isten tervében ez is benne volt. Én menedzser, és senki nélkül maradtam ott. És ott volt az Olá Gergő, egy X-faktor győztes, és nem jött például oda egy menedzser, hogy na gyere, akkor innentől kezdve én segítem az utadat. Geszti Péter ott volt, mint mentor. De ő, mi telefonon tartottuk a kapcsolatot, segített dolgokban. De hát én ott álltam egy kis falusi fiúként, én nem tudtam, hogy hogy kell majd ebbe a világba létezni. Nem volt GPS. Nem volt semmi konkrétan. A fellépések azok jöttek, ugye, mert azokat rendelgették meg, jártam fel, nagyon jó volt, de az, hogy hogyan kell elindulni, mit kell tenni, hogyan kell a dalokat csinálni, műsort, szerkeszteni a dolgokat, oldal, nem tudtam semmit. És a Péter volt az egyébként, a Geszti Péter, aki odaszólt, az X-faktor stábnak, hogy srácok, itt van egy tehetség, aki megnyert egy X-faktort, tehát valaki segítsen neki, és valaki fogja meg a kezét. És úgy lett egyébként egy nagyon fantasztikus menedzserem, az X-faktornak a producere lett a menedzserem egyébként, Sivet Takács László.
És onnantól kezdve vele kezdtem el dolgozni. Figyelj, ez egy kicsit provokatív kérdés, de azon gondolkozom, hogy az, aki nem úgy nőtt fel, hogy az asztal körül kergették, hogy az üstvilával legyen meg a kaviárt, érted? Hanem a nélkülözésből indult. Egyáltalán az, hogy megjelenni partikon, viselkedni, öltözködni, tehát azt a fajta etikettet, protokolt, ami ebben a másik világban elvárt, a mosolyogni a kamerának, igen, a hogy viselkedek az újságírókkal, mire mondok igent, mire nemet, hát erre neked otthonról nem lehetett tapasztalásod. Köszönöm, így van. Ez az, amire nem tudtam ugye felkészülni, és hirtelen ott álltam, és nem volt, aki ezeket mondja nekem, hogy mit kell, hogyan kell, de hála Istennek utána azért a Sivi, ő elkezdett engem ezekre szépen tanítani. És az X-faktor alatt, én már legelőször, mikor beköltöztünk, én ott brutál sokat, hirtelen nagyon sokat fejlődtem. Intellektuálisan, a beszédembe, a gondolkodásomba, mert nagyon gyorsan kellett, mert egyébként én nem voltam egy nagyon beszélős típus ember. És például az X-faktor előtti korszakomban, akkor, hogyha például valahol véletlenül interjút készítettek velem, akkor max azt mondtam, hogy hát igen, hát, azt az alanyt szeretjük. Persze. Valóan jó interjú. Akkor jó lett volna velem beszélgetni, akkor nem szeretted volna, ezt gondolom. De az X-faktor, mikor meggyőzted, akkor az első nagy interjút, megnyerted, akkor az első nagy, igen, interjút, én csináltam veled méghozzá egy Vevesáró központba, kávézóba, ahol nagy szatyor ruhákkal érkeztél, az első ruhaszponzor bejelentkezett, igen, és azt mondja, nem hiszem el, Nóra, ennyi ruha. És mind az enyém. És mind új. És mind új. Istenem. De akkor azért már A-ból B-be el tudtál jutni egy-egy mondattal. Igen. De szóval, hogy mennyi mindenre nem gondolunk, hogy ezt mind meg kellett tanulni. Igen, és sokan mondják nekem, és értem is, hogy mire mondják, hogy de jó, Gergő, hogy te ugyanaz vagy, aki voltál. És akkor szoktam mondani, hogy nem vagyok ugyanaz, aki voltam. Értem, hogy mire mondják, hogy megmaradtam embernek, alázatosnak, erre igyekszem is, de én rengeteget változtam, tehát nagyon sokat fejlődtem ezeknek a dolgoknak köszönhetően, és ezeknek az embereknek köszönhetően, akik mellettem voltak, és gyorsan kellett fejlődnöm, és én szeretem is ezt egyébként, és utána már tudatosan is tettem ezt, hogy ráálltam arra, hogy fejlesszem magam, hogy tudjam a tempót tartani ezzel a világgal, a média világával, és az ismertségemmel, mert tényleg ez nagyon nehéz, ez be tudja darálni az ember. Hogy bírta ezt melletted a Niki, aki beleszeretett egy ölelés révén abba a tánctanárba, itt a Citybe, és akkor szült két gyereket, és utána a férjének így a rakéta így kilőtt. Tehát, és együtt vagytok most már gyakorlatilag, mit tudom én, 25-26 éve. Nem. Vagy 15-16 éve. 16. Igen, 16 éve, matek az erősségem. 33-ból nem sikerült kivonnom 17-et. Én kérek elnézést az összes szombathelyi tanáromtól. De hogy 16 éve. De hogy nyilván, hogy ez nem lehetett egy diadalmenet, hiszen a te változásod mellett neki is fel kellett nőni. Így van. Ehhez a feladathoz. Igen. Nagyon szerencsés vagyok vele, mert amikor ugye nehéz éveink voltak, akkor ő nagyon jól viszonyult ahhoz a helyzethez is, amikor nehéz volt. És ő soha nem úgy állt a dologhoz, hogy odaállt elém és ordított, hogy te vagy a férfi, te vagy az apa, menjél, csináljál valamit, hogy több pénzünk legyen, meg nem tudom. Soha nem így állt a dolgokhoz, hanem mindig odaállt mellém, és mindig támogatott, és vigasztalt, és azt mondta, hogy ne, nyugodj meg, jó lesz, itt vagyunk, imádkozunk együtt, stb. Mindig jó. Tehát ő mindig ilyen volt, és ez a korszak, ugye, amikor hirtelen becsapódott az életünkbe, hogy hirtelen ismer, mindenki ismer, mindenhol nem tudtunk kimenni, az utcára úgy, ugye, hogy ne ismerjenek föl. Azt az elején, az első 2-3 évben nehezebben viselte, hogy hát ugye vannak néha olyan emberek is, akik nem figyelik azt, hogy most ott van egy pici baba a kezembe, oda rohannak, és akkor így csináljunk majd egy képet, vagy ő ezt nehezebben kezelte, és de viszont úgy összességében viszont nagyon bölcsen tudta kezelni azt, hogy rengeteg helyre megyek, rengeteg fellépésre megyek, műsorokba megyek, ismernek az emberek. Tényleg ez a jó szóra igazából, hogy bölcsen tudta kezelni, és élvezte is, vagyis inkább azt mondanám, hogy hálás volt érte, hogy én ide jutottam.
És hát igazából ez az ő érdeme is valahol, és én neki is hálás vagyok érte. Kérünk szépen Nikinek egy tapsot. Ugye 7 évet lehúztatok Budapesten, laktatok itt is, ott is, amott is, és aztán most pedig megkérdezem, hogy a lakcímkártyádon mi van? Salgot Arján. Így van. És a színfalak mögött azt mondtad nekem, hogy Nóra, annyi helyen laktunk, de képzeld, én most érzem igazán azt, hogy hazajövök, ha hazajövök. Igen, igen. Fú, hát tényleg nagyon sok helyen laktunk, ugye, hát már a... Még az X-faktor előtt is sok helyen laktunk, mert itt ugye Lapolytőn kezdtük, aztán Salgótarjánban, nem is tudom, Salgótarjánban szerintem laktunk vagy 5 helyen. Albéletből albéletbe mentünk, és akkor ugye Budapesten is laktunk szintén ilyen 4-5 helyen, és hát azért sehol nem éreztem. Tehát szokták mondani, ugye, amit neked is mondtam, hogy ott van az otthon, ahol a család, meg ahol a szereted, de maga azért kell hozzá az a maga a környezet is, hogy az is, azt is, hogy amikor belép az ember az ajtón, vagy amikor elindul már hazafelé, akkor érezze azt, hogy aj, de jó, megyek haza az otthonomba, a kis házamba, és ez egyedül az évek során, akárhol laktunk, nem volt meg, de itt van meg Salgótarjánban, úgyhogy én itt érzem magam nagyon jól, tényleg. Amit nem is gondoltam volna egyébként, bocsánat, mert én úgy mentem innen el, 2013. januárjában, bocsánat mindenkitől, hogy én ide nem jövök vissza soha többet. Hát persze, mert jelentette a nélkülözést, a szegénységet, igen, a reményt. Akkoriban így gondolkodtam felőle, hogy én ide nem akarok visszajönni, innen indultam, itt voltam csóró, meg nem tudom, minden, sok negatív dolog is történt, meg sok jó is természetesen. Én azt mondtam, hogy hát ott kell maradni Budapesten, mert minden ott van, és akkor izé. És akkor 4 éve, most már ez a negyedik éve, de ott így természet fölöttinek mondom én ezt, mert ott megváltozott bennem valami, és akkor visszahozott minket a Jóisten. Te is azt jól olvastam, hogy abban az utcában lett a házikó, ahol te annak idején segédmunkásként egy építkezésen dolgoztál? Igen, igen. Azért ez megint ahonnan hová. Igen, igen, óriás, tényleg. Igen, hát itt mindenkinek ismerős, akkor most mindenki megtudhatja, hol lakok. Hát csak, hogy nem egy rossz környék. Nem, nem. Hát én akkoriban, 16 évesen azt mondtuk arra, hogy a Salgótarján rózsadombja, meg ilyeneket mondtak, és én akkor ott egy építkezésen dolgoztam, igen, segédmunkásként, és megfordult bennem az a gondolat, hogy de jó lenne egyszer itt élni. És most és ott élünk. Elrohant az idő, te meg rohansz fellépni, de mindenkitől megkérdezek néhány dolgot. Amire röviden, csak ami eszedbe jut, kérek szépen választ. Ó, ilyen gyors válaszokat? Hát igen, szóval nem olyan hosszú kifejtős. Jó. Ha azt mondom neked, hogy szerinted mi a siker titka vagy ára a te szemléleted szerint? Hú, hát lehet gyorsan válaszolni. A siker titka és az ára. Lehet, hogy nem titka van, hanem ára. Ára. Mindkettő van, lehet. Igazából ára is van, amit így azért meg kell fizetni az embernek. Az idő az egy nagyon nagy dolog, hogy az időnket ebben a... Tehát attól, én azt gondolom, attól tudunk sikeresek lenni, hogyha az időnket, az életünkben szerintem az idő az egyik legdrágább dolog. És én szoktam mondani, hogy az idő is olyan, mint a pénz, hogyha esetleg jó helyre fektetjük be, akkor jó származik belőle. Ha rossz helyre fektetjük be, akkor rossz származik belőle. Úgyhogy én próbálom az időmet hasznos, értékes dolgokra használni, és olyan dolgokra, amitől fejlődök, mert azt gondolom, hogy az sikert tud majd hozni. Nagyon jó, hogy behoztad a pénzt, mint hasonlatot, mert a következő kérdésem, hogy mi a viszonyod a gazdagsághoz és a pénzhez, ami egyszer csak megérkezett nagyobb tételben, mint egy közmunkás bére? Hát igen. Akkoriban... Tehát a pénz... Igen, igen. Hát nekem nagyon nehéz volt ez. Az elején brutál nehéz. Nem is tudtuk jól kezelni egy jó pár évig ezt az egész. Hirtelen jött sikert, hirtelen jött pénzt, hogy a többszörösét keresem annak, amit eddig megkerestem. Nem tudtunk vele mit kezdeni akkor is, de sőt, még őszintén mondom, még a mai napig is tanulom, és még mai napig is fejlődök benne, és szeretnék fejlődni benne. Én azt gondolom, hogy a pénz egy olyan dolog, ami sokan mondják, hogy nem boldogít a pénz,
de kell a boldogsághoz, és kell ahhoz, hogy az ember egy olyan életet tudjon teremteni családjának, magának, amiből örömök, élmények tudnak fakadni az ember életében, de nagyon okosnak kell lenni az embernek a pénz területén. Ha azt mondom, hogy boldogság, vagy elégedettség, te hol tartasz ebben a kettőben most? Csillog a szemed. Hát igen, mert hát én még most is azt tudom mondani, így most már tíz éve, egy évtized eltelt azóta, hogy én most is csodának tartom ezt az egészet, ami velem van. Azt is, hogy itt vagyok 10 év után, és még mindig itt van előttem közönség, és beszélek is, kíváncsi. Nem beszélve az, hogy róla, velem. Igen, nem? Hát az... De tényleg nekem ez egy csoda, hogy a mai napig is még úgymond van érdeklődés irántam, én nagyon hálás vagyok ezért, és sokszor még a mai napig is, amikor hazamegyek, megállok a nappaliba, körbenézek, és elsírom magam, hogy azt a mindenit, hogy én ezt nem gondoltam volna is. Úgyhogy én nagyon sok mindenben sokszor érzek elégedettségérzést, és sokszor érzek boldogságot, boldogságérzést, de vannak még álmaim, céljaim. Az utolsó kérdésem pedig pont ez, hogyha kívánhatok neked valamit, akkor minek a megvalósulásához szurkoljak és tartsam csuriba az ujjam? Vagy csináljak így? Fú, hát nekem most a legfontosabb, és az mozgat legjobban, ugye van 5 gyermekem, és 12-11 évesek, és most azon vagyok, hogy őket jól tudjam nevelni, és hogy a gyerekeimből, tehát az a legnagyobb álmom, vágyam és célom, hogy a gyerekeim majd, ha felnőnek, akkor tudjam azt látni, hogy jó emberek lettek a gyerekeim. És ez nem kis feladat. De van egy jó példa előttük, sőt jó példák a nagyszülők is, úgyhogy szurkolni fogunk hozzá, és hitünk is van szerintem, hogy megcsinálod. Itt van ez az emlékkönyv, ebbe kellene írnod, ebből lesz egy kiállítás. Minden vendég, aki a sztoriát megosztja, üzen egy kicsit a tarjániaknak, vagy a jövő nemzedéknek inspiráló dolgot, valami, csak pár gondolatot kérlek szépen, hogy írjál ide nekünk. Nem kell felolvasni, ez majd akkor fog kiderülni, amikor itt a József Attila Művelődési Központban az összes vendég mondatai kikerülnek, kifotózva a falra. Tudom, hogy mindenkit érdekelne, de nem. És nagyon szépen köszönöm, hogy Olá Gergő itt volt velünk. Hamarosan folytatjuk, hiszen érkezni fog a második vendégem. Menjünk tovább, következzen egy újabb sztori. Egy sztori egy arab palóctól. Már ez a szó összetétel szeretni való. Az élete, az pedig tiszteletre méltó, számomra lenyűgöző. Ismerem a munkásságát, ismerem a könyvét, ismerem őt magát, és remélem egy kicsit meg tudom fejteni. Következik Algaoui Hesna. Veled először a Besztercel lakótelepre szeretnék menni fejben. Én nem ismerem, de ahogy ugye készültem, és tudom, hogy a pici korotok az egész családdal oda költ, akkor mit lássak lelki szemeim előtt? 10 emeletes ház, mi lent a poroló mellett, a hugommal, Naimával játszunk, kisebb fajta gyereksereg. Mondjuk általában jó kedvünk van, de olyan is történt, hogy bogáncsot lopott valaki a hajunkba, ami eddig ért így fenék alá, úgyhogy voltak ilyen síró sztorik is, de abból volt kevesebb. Állj! Ezekben a gyönyörű hajkoronákban a bogáncs, az viszonylag ellenjavalt. Tehát, hogy akkor anyu jött a sebészollóval? Hát körülbelül igen. Volt ilyen.
De ez már velünk is megesett az én lányommal, szóval úgy tűnik, hogy a bogány, van, az ismét, az igen, ez egy ismétlődő elem a családban. De igen, szóval ott vagyunk, és akkor mondjuk anyu kiszól a hatodikról, hogy a hosszú szoba ablakából, ahogy mi hívtuk a gyerekszobát, hogy gyertek, kész a vacsora! És akkor mi felnéztünk, és akkor fölmentünk, és ott volt anyu meg apu, és akkor meg vacsoráztunk. Szóval így, nekem valami így ilyesmi van most így a fejemben, ha először azt hallom, hogy Besztercel a kótele. És ha jössz haza, és eszedbe jut, akkor ilyen, tehát ilyen jó, ilyen nagyon melegség, meg jó érzés, igen, igen, igen. Ráadásul a Besztercel lakótelepen lakott a nagymamám is, a nagynénémmel, Vikivel, aki kvázi inkább ilyen testvérként nőttünk fel, és így, tehát így az is a Besztercel lakótelephez kötődő emlék, hogy karácsony van, és akkor elindultunk sétálni szenteste a nagymamámmal, Vikivel, a hugommal és én, és akkor mindenhol bekukucskáltam, és néztem, hogy ilyen gyönyörű fák vannak már a lakásokban, és arra gondoltam, hogy de jó lesz hazamenni, és Jézuska addig biztos nekünk is hoz egy karácsonyfát. És hozott. És hozott, igen. Egyébként akkor, amikor pici voltál, még a Détót Krisztának mondtad, azt hiszem, hogy szorongó, lassú gyerek voltam. Na most, ha hosszan piszkálnának engem, hogy mondjak jelzőket rád, Heszna. Tehát a szorongó, meg a lassú, tehát azt nem tudom, hogy hányadiként se jutna eszembe. Tehát az a kislány, az a kis gyönyörű, hosszú, bodros hajú kislány, az egyébként úgy mi iránt érdeklődött, miről álmodott, és miben jelentkezett a lassúsága? Hát ez nagyon érdekes, és én utólag próbálom ezt megfejteni. Tehát olyan érdekes, hogy mindig újabb és újabb teóriákkal jövök elő, hogy vajon honnan jöhetett nekem ez a lassúság, aminek egyébként az volt a megnyilvánulási formája, hogy mindig lemaradtam. Tehát például tolba mondásnál én nem jutottam el a végéig, vagy hogyha volt valami dolgozat, akkor az utolsó feladatot biztos nem sikerült befejeznem. Ennek ellenére jó tanuló voltam, ötös tanuló voltam, de hogy nekem ez nagyon sok erőfeszítésbe került, és én most így utólag nézve azt gondolom, hogy ez az egész iskolarendszer nem nekem való volt, vagy nem passzoltam bele, mert ugye egyrészt a memorizálásra épült, másrészt a gyorsaságra, a tempóra, és hát ugye Vekerdi óta pláne tudjuk, hogy ez egy teljesen téves rendszer, amikor tényleg tempó, és hajtjuk a gyereket ahelyett, hogy hagynánk, hogy kibontakozzon valamiben. És én egy nagyon álmodozó gyerek voltam, tehát a hosszú szobát már említettem, ugye a gyerekszoba a hatodik emeleten, és annyira emlékszem, hogy ülök ott az asztalnál, könyökölök a könyv fölött, és a János Vitézt kellett volna bemagolni, nem tudom hány verszak, embertelen hosszú, és akkor arra gondolok, hogy ó, de jó lenne, egy ilyen sztorit én is tudnék írni. És hát így Petőfivel így, egyből így. Igen, nyilván nem egy olyan minőségben, mint Petőfi, de azért valamit lehet, hogy így tudnék vinítani. És tehát akkor jobban érdekelt volna az alkotás annak inspirálására, mint hogy nem csak hogy érdekelt, hanem elkezdtem írni, és írtam egy elbeszélő költeményt, sajnos már nincs meg, pedig annyira visszaolvastam, biztos halálra röhögném magam. De akkor én azt nagyon komolyan gondoltam, hogy ez egy klassz dolog, és annyira élveztem, és nyilván így megint csak lassú voltam, mert a kijelölt időre nem tanultam meg az összes verszakot, szóval én fejben mindig valahol máshol jártam, de inkább a jövőben ilyen álmodozó gyerek voltam, és szerintem ez is nagyon hozzájárult ahhoz, hogy lassú voltam. És valóban, aki most ismer, meg így felnőttként így tudja, hogy mivel foglalkozom, az abszolút nem gondolná ezt, és pedig azért még most is lassú vagyok sok mindenben. De hogy valószínűleg ezért is választottam egy olyan szakmát, ugye, amikor egy időben háborús terepekre jártam, ami úgy kilök ebből a komfortzónából, és muszáj ott lennem a jelenben. Tehát itt rájöttem, hogy én nekem van egy olyan énem is, ami gyors és precíz és hatékony. És ezen teljesen én magam is elcsodálkoztam, hogy a nehéz körülmények, a nyomás az ilyen hatással van rá, meg a félelem. És ez egy nagyon klassz felismerés volt, mert én ott éreztem azt, hogy na ez az igazi élet, hogy ott vagyok abban a pillanatban, jelen vagyok fejben és fizikailag is 100%-osan. És ez olyan addiktív dolog, tulajdonképpen egy csomó mostani trend, a mindfulness, nagyon sok minden erre épül. Hogy ne a jövőt, mert az még nincs, ne a múltat, pontosan, mert az már nincs, hanem legyünk a jelenben, de általában
sóvárgunk valamire a jövőben, vagy aggódunk valamiért a jövő kapcsán. Abszolút. És abszolút. Rágódunk valami a múlttal kapcsán. Igen, és olyan érdekes, mert most a rezilienciával foglalkozom, és egy ilyen... Ez a lelki álló képesség. Ez a lelki ellenálló képesség, alkalmazkodó képesség, és egy ilyen tréner tanfolyamon tanulok éppen. És ott tanuljuk azt, hogy egyébként a figyelmünk, az ugye, hogyha nem fókuszáljuk, akkor szanaszét van. És ez a szanaszét lévő, tévejgő figyelem tulajdonképpen az agynak az az állapot, ami leginkább fogékony a negatív dolgokra. Ennek ugye evolúciós oka van, hogyha bármi olyan veszély körülvesz minket, amire figyelnünk kell, akkor erre fogékonyabbak legyünk. Csak ugye a hétköznapokban azért nem vesznek minket ennyire körbe már az életünket veszélyeztető dolgok, de mégis valahogy fogékonyabbak vagyunk a negatív dolgokra, és akkor abba belekapaszkodik a figyelmünk, elindul ez a negatív történetgyártás, ami aztán szorongáshoz, meg mindenféle máshoz vezet, és hogy a fókuszált agy, a boldog agy, amikor valamire figyelsz. És például ez egy nagyon jó technika, amit én most így kísérletezek magamon, hogy mindig legyen valami fókuszáltsága a figyelmemnek, mert hogy igazából akkor érzi át az ember ezt a jelen vagyok érzést, és akkor érzi azt, hogy tényleg meg tudom élni azt a jelen pillanatot, de nagyon nehéz, mert annyi inger vesz minket körbe. Sőt, hát most már aztán 5-szer annyi, 10-szer annyi, 20-szer annyi, mint 30 éve hát sokat, tempójában, milyen. Ebben az iszonyú információs zajban. De ha még visszamegyünk ahhoz a kislányhoz, aki Petőfit felülmúló elbeszélő költeménnyel kezdte ott a ezt nem, már nem mosom le magamról. De várjál, viszont nekem súgtak, hogy egyébként te első osztály végén azt mondtad, hogy meddig kell még iskolába járni, hiszen már mindent tudok. Mert megtanult írni, olvasni, számolni, ő úgy érezte, hogy ezzel tulajdonképpen felkészültél az életre. Hát végül is úgy tűnik, hogy elég muníció volt ahhoz, hogy alkossak valamit, ami nekem fontos volt, de hát igen, egyébként ez a dilemma végig kísérte a tanulmányaimat, hogy még meddig kell gyötörnöm magam tanulással. Igen, én nem szerettem iskolába járni, én ezt most őszintén bevallom, annak ellenére, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert szuper jó iskolákba jártam, ugye a Gagarinba, amit egyébként nagyon-nagyon jó iskolának tartok, és nagyon sokat köszönhetek neki, nagyon jó tanáraim voltak, és tulajdonképpen ezt tette lehetővé, hogy egy másik szuper iskolába járjak Szolnokra, a Varga Katalinba, ami egy két tannyelvű volt, hogy egyáltalán fölvettek. És aztán, mivel mindig is utáltam magolni, ezért eldöntöttem, hogy a jogi egyetemre fogok menni. Hiszen ott nem kell. Így van. Mert a római jog az ember elolvassa, és rögtön hát beleivódik. Az a legjobb, hogy itt egymás tetejére raknám a könyveket, amiket be kellett magolnom, hát szerintem a plafonig érne, de a legjobb az, hogy ebből már egy betű se hatályos szerintem, úgyhogy sok értelme volt. De hogy igen, nem mégis ennek ellenére én végig azt éreztem, hogy én becsülettel végignyomom ezeket az iskolai éveket, és aztán, hogyha végeztem, akkor végre azt csinálhatom, amit akarok. Akkor már semmi tőlem ne várjon a társadalom, én... Ehhez képest most is tanulsz, tehát nem, csak úgy mondom. Tehát igen, de ez már az öröm tanulás, igen. De azért beszéljünk a szüleidről egy kicsit. Azt tudom, hogy végülis azért nem Salgótarjánban születtél, mert ugye ők a Debreceni Orvostudományi Egyetemen ismerkedtek meg, és neked sikerült egy sebészeti vizsgát megfúrni avval, hogy megszülettél. Tehát, hogy ott nagyon jól informált vagy. Tanárnőn készültem. Tudod, fókusz. Én ilyenkor boldog igen, vagyok, igen. Mert hogy egyen van a fókusz. Irányítod a figyelmet. Nevezetesen rajtad, és akkor a szüleid ide költöztek Salgótarjánba. És az úgy tetszett nekem, hogy is az olyan szép kép, még annó nálam is így volt, hogy én a Kósa Olga lánya voltam Szombathelyen. Az egy dolog, mikor jött el az, hogy ő lett a Szili Nóra anyukája, hogy ez egyszer csak megfordult. De hogy te itt a Nadim doktor lánya vagy, meg a Nagy Pál Mária gyerekorvos lánya vagy. Itt nem, igen, és ez szerintem nem is fordult meg, és ez annyira jó érzés, sőt, annyira vicces, amikor így szerintem kb. Egy hónapja történhetett, hogy valaki egy rendezvényen megállított, hogy figyelj, én téged ismerlek, és akkor így vártam, hogy majd felhoz a bát. Igen, az apukádnál született a gyerekem, és anyukádhoz jelent. Vártam, hogy azt mondja, hogy Szíria, Líbia, Pakisztán, Afganisztán. Nem, apádnál. És ez annyira jó volt, így kihúztam magam, és jobban örültem, mintha bármi mást mondott volna, és olyan jó érzés itt Tarjánban sétálni, mert tényleg így úton, útfél mindenki mosolyog,
mindenki így ilyen kedvesen bólint, és tudom, hogy ez nem annak szól, hogy a televízióban dolgoztam 10 évig, vagy 13 évig, hanem ez abszolút a szüleimnek, meg a családomnak szól, és ez annyira jó érzés, komolyan büszke vagyok nagyon rájuk, és nagyon sok sztori jön vissza hozzám. Hát például igen, a múlt héten adtam egy interjút egyébként, és ott is azzal kezdte a Forbes magazinnak az egyik újságíró. Ja, egyébként a férjem az apukádnál született, és anyukádhoz járt. Tehát tényleg rengeteg ilyen sztori van, és hogy mennyire szeretik Tarjánban őket, és ez annyira jó érzés. És hozzá kell tennem, hogy a családunk elég terebélyes, hogy úgy mondjam. Hát így kilométerekben is terebélyes, meg az emberek számát, meg a kultúrákat tekintve is. Egyébként terebélye. Úgy is nagyon klassz, és azért meg kell, hogy említsem, hogy a nagybátyám és a nagynéném is orvosok, és ők nem Salgó Tarjánban dolgoznak, hanem Pásztón praktizálnak, és még olyannal is találkoztam, aki őket ismerte, és rájuk gondolt sok hálával, úgyhogy igazából ez mindig nagy büszkeség, és tényleg ez sokkal jobb érzés, mint bármi más. Mi a muníció? És egyébként itt vannak. Egyébként nem tudom, megfogalmazható az a muníció, amit Teti Naimával kaptatok tőlük, mert található a neten veletek forgatott, a családdal forgatott film, ami szívbemarkoló volt, annyira érződött az összetartozó család, a szeretet, hogy el is tudnám sírni magam, mert nem mindenkinek adatik ez meg. De szóval, hogy mit kaptatok ti onnan, hogy két ilyen klassz csaj a világgá tudott menni, és aztán önmaga értékén is példaképpé tudott válni, tehát önmaga cselekedetei és eredményei révén. Hú, most itt addig kapirgál, de ezt még én is bőgni fogok a végén. De hogy olyan érdekes ez, mert szerintem ezt nem lehet így szavakban megfogalmazni, de hogyha nagyon inkább érzéseket tudok mondani, hogy egy ilyen melegség, összetartozás, egy mag, egy biztonsági érzet, egy bizalom. Tehát, hogy az a jó, hogy valahogy így mindenben mindig számíthattunk egymásra, megszámíthatunk egymásra, és hogy olyan bizalmat kaptunk szerintem így a szüleinktől, hogy tudtunk hinni magunkban már egész pici gyerekkorunktól kezdve. Szóval, hogy az, hogy én 14 évesen elmehettem az ország másik felére tanulni, mert elsős korom óta arra vágytam, hogy én két tannyelvűben tanulhassak, és 14 évesen elengedtek, azért ez egy nagyon nagy dolog. Ezt most érzem át főleg, hogy nekem is vannak gyerekeim, és hogy ez mekkora nagy dolog, hogy így bízol annyira bennük, hogy elengeded ilyen kicsinek, hogy bízol annyira magadban. Hogy is elengedjenek. Hogy Amerikába 16 évesen kiengedtek, igen, egy évre. Szóval, hogy ezek tényleg olyan dolgok, és hogy mindig adtak nekünk ilyen választási lehetőségeket. Tehát, hogy nem az volt, hogy azért mert csináld ezt, hanem hogy megkérdezték a véleményünket dolgokról már egész picinek. Tehát, hogy partnerként bántak velünk, és nem. Nyilván megvolt a klasszikus, úgymond hierarchia fontos dolgokban, ami szerintem kell is egy gyerek biztonságérzetéhez, de hogy egészen kicsi korunktól kezdve valahogy úgy számított a véleményünk, számított az, hogy... És ez, szóval az, hogy egy gyerek azt érzi, hogy látják és hallják, szerintem ez az alapja mindennek. És ezen túl meg talán az is, csak hogyha az utatokat nézem, vagy az életpályátokat nézem, ugye, hogy édesapádokán sokat utaztatok, ugye Szíriába, mentetek Damaszkuszba, tehát az a fajta nyitottság a világra, vagy az a kíváncsiság a világra, meg a bátorsággal nekivágok az útnak, az is jöhetett abból az élményből, hogy az ott akkor természetes volt, nem csak a Balatonra mentetek le, vagy a, nem tudom, Ausztriába síelni, hanem egy egész más kultúrába is beleláttatok, nem? Vagy otthonosan kellett, hogy mozogja. Én ezt úgy írtam le, mert ezen is sokat gondolkodtam egyébként, amikor a könyvemet írtam, az egy elég jó ilyen önismereti út is volt, mert ugye
a félelemmel foglalkoztam, és a saját félelmeimet kezdtem el boncolgatni, meg ezzel párhuzamosan a bátorságot is, ugye? Igen. Hogy miért mertem elindulni? Hogy fél mi volt bátran, az? Félbátran, ugye? Igen. Most már nem tudom, ne harmadik vagy negyedik kiadás. Igen, hát egyre vastagabb a könyv. Hát sajnos mindig van új apropó, amit a témában bele lehet írni. Most már szerintem kb. Ilyen lenne, ha most írnám. De ez egy másik beszélgetés témája, hogy mi mindentől lehet félni. De szóval, hogy azra jutottam, hogy az, hogy én elmertem merni ezekre a helyekre forgatni, indulni, elmertem indulni ezekre a helyekre, az valahogy onnan jött, hogy az én alaptáborom az valahol egy picit följebb volt, mint az átlag embernek, azáltal, hogy én egész pici gyerekkoromtól kezdve kvázi nekem az természetes volt, hogy mondjuk egy arab országba elutazunk, és ott adott esetben máshogy beszélnek az emberek, más hagyományok szerint élnek, más a vallás, tehát, és mindez azért az embernek, hogy hogyha ezzel felnőtt korában szembesül elsőre, ez ijesztő lett, és ez teljesen normális. Mert idegen. Mert idegen, és minden, amiről nincs elég információnk, az ijesztő, ez evolúciósan is fontos, ezért maradtunk életben, mint emberiség. De amikor így gyerekkorod óta belecsöppensz ebbe, és az természetes lesz, hogy teljesen más, hogy gondolkodnak, vagy beszélnek emberek a világ különböző tájékán, és ez nem feltétlenül rossz, vagy nem feltétlenül jelent veszélyt, akkor valahogy ez az alaptábor már följebb van, ahonnan nyilván én még egy plusz lépést tettem, hogy háborús zónákba utaztam, de hogy nem volt olyan óriási ez a lépés, mint hogyha mondjuk teljesen a zéróról, vagy mínusz ötről indulok, mert ugye azért tudjuk azt is, hogy nagyon sok olyan dolog történhet az emberrel gyerekkorában, traumáktól kezdve, stb., amikor nem is a zéróról indul, hanem a pincéből, mert eleve a világ egy sokkal veszélyesebb helynek tűnik, mint amilyen üzemmódban. De az, hogy te végül is nem egy utazó vlogger lettél, aki természet és mindenféle szép filmeket forgat a világ különböző tájain, hanem a konfliktusos zónákba mentél. Az a döntés, annak mi a gyökere? Mert megmutathattad volna nekem ezeket a vidékeket kulturális szempontból csak, és nem a fájdalom vagy a veszély időszakában. Uh-huh. Igazából erre a kérdésre is nagyon sokáig kerestem a választ, hogy miért ezt a munkát választottam, és honnan jött ez az egész. És szerintem ebben nagyon sokat, tehát egyrészt a hivatalos válasz az, hogy külpolitikai újságíró voltam, és mivel a származásom kapcsán a Közel-Keletre fókuszáltam, és ott volt a kapcsolatrendszerem, ott beszéltem, vagy annak a régiónak beszéltem a nyelvét, ezért valahogy értelemszerű volt, hogy újságíróként erre fókuszálok, és hát ez a térsége a világnak nagyon sok konfliktussal terhelt, és amikor már évek óta írok mondjuk Darfurról, vagy mondjuk nem tudom, az izraeli-palesztin viszályról, és először van lehetőségem kimenni személyesen, akkor persze, hogy a kíváncsiságom az sokkal erősebb a félelemnél. És akkor mentem és csináltam, és nem gondolkodtam. És aztán a terepen meg rájöttem, hogy én ebben tudok működni. Szóval ez mindig csak élesben derül ki, hogy az ember képes erre vagy nem. Mert bármit gondolunk magunkról, hogy úristen, én biztos az első bokorba elbújnék, mert rettegnék. Vagy én biztos kimennék oda a golyózáporba, és nem rettentene vissza semmi. Szóval igazából nem tudhatjuk, amíg élesben nem dobjuk be magunkat, és rengeteg dolgot tanulhatunk magunkról, amikor így kilökjük magunkat ezekből a rutin helyzetekből. Szóval, hogy igazából ez adott volt, hogy akkor én ide megyek. De biztos, hogy ennek sokkal mélyebb pszichológiai okai vannak. Biztos, hogy bennem volt ez a fajta bizonyítási vágy, hogy igen, én egy lassú gyerek voltam, aki mindig lemaradt, aki ábrándozni szeretett, aki pici volt, én voltam a legkisebb talán az osztályban. Tornasor végén. A tornasor legvégén, igen. Hát igen, azért ez voltak olyan időszakok, amikor ez zavart. Aztán hál' Istennek ezzel elég gyorsan megbarátkoztam, és túllendültem ezen a körülményen, és ma már nem tudnak ezzel zavarba hozni, de volt, amikor ez zavar. Szóval, hogy biztos, hogy volt bennem egy ilyen bizonyítási vágy, hogy igen, majd én megmutatom, és én ezt meg tudom csinálni. És aztán, amikor rájöttem, hogy nekem ez jól fekszik, és én ebben a... Tehát, hogy én jól tudok nyomás alatt dolgozni, és sokkal jobbat hoz ki belőlem, mint a normál nyugis körülmények, akkor,
akkor valahogy igen, szóval ez addiktív is tud lenni. Szóval láttam is így kollégák körében, hogy erről nehéz kvázi lejönni. Erről igen. A szerről. Igen. Hát a gyerekeid révén vagy kapcsán döntöttél úgy, hogy ebben visszaveszel. Hát az egy éles határvonal volt, igen. De mégis, mikor azt mondják rád, hogy bátor csaj vagy, meg fú, de meg akkor hozzáteszed, hogy hát bezzeg a húgom. Igen. Akkor hát... én most szeretnék kérni egy széket ide mellém, és szeretném, hogy átülnél ide mellém. Jó? Igen. Köszönöm szépen. És akkor készültünk neked egy meglepetéssel, és akkor szólítanám Naimát. Úristen, ne várj! Jézus Mária! Na csak elérhet, hogy sírjak, tudtam. Hát, tudod, nekem ez a specialitásom. Szia, Naima! Jó, sziasztok! Hallottál minket végig? Aha, végig hallottalak, igen, a kezdetek óta. Ezt a családi konspirációt? Figyelj, Naima, ti milyen tesók voltatok? Nehéz erre röviden válaszolni, de tehát, hogy ugye azért ez kiderült a beszélgetésből is, meg azért a korábbi megszólalásainkból is, hogy mindig szoros testvérek voltunk, de azért amikor gyerekek voltunk, azért nagyon sokkal inkább különbözőek voltunk. Tehát, hogy Heszna mindig egy szabálytisztelő ember volt, és szófogadó. Én azért kevésbé voltam ennyire szófogadó, és azért én jobban próbálgattam a szüleim határait, de érdekes, hogy így az évek során aztán valahogy így kiegyensúlyozódott ez az egész dolog, és most már annyira hasonlóak vagyunk, hogy sok mindenben, hogy igazából nem is tudom, hogy miben vagyunk mások. De mondjuk, hogyha egyébként érdekes, hogy ilyen hívószónak pont felírtam magamnak, hogy a különbségek és hasonlóságok, hogy akkor most asszociálj te hasonlóságra, mondj egy, kettő, hármat. Fú, hát hogyha csak a habitusunkat, a gesztikulálásunkat, vagy ilyesmiket vesszük, szóval nagyon sokszor telefonban meg tudjuk téveszteni még a szüleinket is vele, és ez is érdekes, mert gyerekkorunkban ez abszolút nem így volt. Tehát külsőre, vagy már igen, tehát ez egy kvázi ilyen külső dolog. Belsőre pedig igen, ez a váltsuk meg a világot, és próbáljunk még azon is valami egyedi fogást találni. Nagyon érdekes, tehát hogy nagyon sokszor mondom, hogy olvasok egy könyvet, és akkor azt mondja Naima, hogy múlt héten vette meg. Tehát, hogy tényleg ilyen elképesztő szinkronicitások vannak. És lehet, hogy az, hogy több ezer kilométerre lakunk, az még rá is játszik, mert valahogy így sokszor azt gondolom, hogy így jobban egymásra tudunk hangolódni, mert a fontos dolgokról szoktunk beszélgetni, de arról tényleg szoktunk beszélgetni. Ugye azt nem mondtuk még el, hogy te hol vagy, te most Kenyában vagy, Naima, ugye? Igen, én most Kenyában vagyok, egy másfél éve itt lakunk. Ugye a másfél-két évente szoktatok költözni, most Kenyában éppen mi a munkád? Ugye te a humanitárius jogok betartását felügyeled a Vöröskereszt bizottságán belül, most éppen mivel foglalatoskodsz abban a térségben? Itt végül is a munkám lényege, tehát ugye a Nemzetközi Vöröskereszt azzal foglalkozik, hogy a fegyveres konfliktusok áldozatainak az érdekét képviselje, vagy védje, és a konfliktusok, zavargások során nagyon sok család szétszakad, és ezeket a családtagokat próbáljuk felkutatni és egyesíteni. És ugye én sok évig egyfajta terepmunkát végeztem, és most már egy ideje sokkal inkább így a stratégiai részével foglalkozok, de a családok egyesítésével kapcsolatban. Ugye te is egy arab palóc csaj vagy, van egy francia férjed, van két francia-magyar gyereked, és ott vagytok Kenyában, előtte voltatok, mit tudom én, Szenegálban, és Isten tudja, nem tudom, hogy hova fogtok menni. Tehát ahhoz képest, hogy itt Csalgótarjánban érzem a családotok erejét, és ez az örök bázis mi volt, tehát hogy tudtál alkalmazkodni ehhez az szinte állandó útonlevéshez? Valószínűleg úgy, és sok szerepe van ebben a családnak, meg Csalgótarjánnak, hogy amikor az egyensúly nem borul fel,
akkor minden rendben van. És ezt a sok utazást egyensúlyozza az, hogy mindig hazamegyünk karácsonykor, mindig hazamegyünk nyáron, és megvan az a fajta stabilitás, ami képes utána megint energiát adni arra, hogy tovább menjünk. És nem csak én vagyok egyébként ezzel így, hanem a gyerekek is. Tehát, hogy elképzelhetetlen lenne az mondjuk, hogy ne menjünk haza így évente kétszer. Tehát, hogy az kizárt dolog, az fel sem merülhet, mint kérdés, mert az az a pont, az 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 idő, amire nekünk szükségünk van, és amikor így visszatérhetünk az otthonunkba, úgymond. Hát ezt aláírom, szóval amikor a Covid miatt leállt a légi közlekedés, leállt az utazás, leállt a világ, ők akkor is hazajöttek, úgyhogy... Ő megoldja. Ő megoldja, igen. Még a kutyát is valahogy hazahozták. Mikor beszéltetek utoljára? Hát 15 perccel a mostani beszélgetés előtt. És nem árulta el? Nem. Elég ijesztő. Mondtam, hogy megyünk egy Halloween buliba egyébként, de sok sikert kívánok neki. De soha nem cívódtatok? Jaj, dehogy is nem. Nem voltatok ugyanabban a kisrácba szerelmesek? Nem, olyan nem volt, inkább, tehát addig volt cívódás, amíg kisebb gyerekek voltunk, tehát hogy azért így még verekedtünk is, én elárulom. Igen, kigyőzött. Persze. Hát az apu. Változó volt, de azért nem komolyan, csak úgy elsuhant egy-két másikra csapás, vagy húzogatás, szóval azért veszekedtünk mi is, de valahogy aztán jött pár év, amikor én elkezdtem kamaszodni, meg ő kamaszodott. Ugye két év van köztetek, igen. Tehát annyival fiatalabb Naima. Ott egy picit szerintem nem voltunk annyira közel egymáshoz egy olyan 3-4 évig, vagy 2-3 évig, már nem tudom. És aztán utána megint nagyon nagy szimbiózis jött. Ugye ő is Szolnokra kezdett középiskolába járni, együtt is laktunk egy darabig. Aztán én mentem a jogi egyetemre, aztán Naima is ott tanult, ott megint együtt laktunk. Egyébként a Vikivel, a nagynénémmel is, akiről meséltem, így hárman laktunk egy darabig, azok nagyon kalandos évek voltak, és nagyon, nagyon hálás vagyok azért, hogy így azt megélhettük. Az az igazi bulizások, nagy beszélgetések időszaka volt. Úgyhogy ilyen, hát azért most is szoktunk így időnként összekapni, de nem ez a jellemző. De mi? Gyereknevelés? Ja nem, hogyha valaki türelmetlen, ja, akkor hajlamos így felcsattanni, amikor fáradtak vagyunk. De szerintem már annyira jó kezeljük ezt is, hogy már így a másiknak a szeme állásából tudjuk, hogy mi a felközelgés. Most érdemes csöndben maradni, igen, mert különben vita lesz. De egyébként ugye Hesznát kikérdeztem arról, vagy érdeklődtem a felől, hogy amikor ő kicsi volt, iskolás volt, milyen volt, kiderült, hogy ilyen álmodozó. Hogyha Naima, most hozzád fordulok azzal a kérdéssel, hogy akkor téged mi jellemzett, miről gondolkodtál, akkor az a film, az hogy néz neki? Ilyen szempontból, tehát voltak közös vonásaink, de voltak különbözőségeink is Hesznával. Én viszonylag gyors voltam, tehát hogyha Heszna ugye lassúnak írta le magát, ami azért szerintem nem igaz, de mondjuk én viszonylag gyors voltam. De ezért pont emiatt... A családban egyébként mai napig nevetünk azon, hogy emiatt viszont a szüleim nem látták rajtam a verejtéket, hogy én tényleg mindent megteszek a dolgokért, és ezért kialakult egy ilyen szlogen, hogy de Naima, a verejtéket nem látjuk, akkor te nem csináltál semmit, hiába érted el. és viszont amiben hasonlóak voltunk szerintem gyerekkorunkban is, az, hogy... Nagyon érzékenyek voltunk szerintem szociálisan, és hogyha visszagondolok Heszna verseire, én is rengeteg verset írtam ebben az időszakban, és valahogy az már nagyon kiskorunktól kezdve, tehát tényleg ilyen 7-8 éves korunktól kezdve, az valahogy mindig a világ nyomorúságáról szólt, vagy arról szólt, hogy tehetetlennek érezzük magunkat azzal kapcsolatban, hogy segítsünk az embereknek, és hogy jobb legyen a világ. És valahogy ez így folyamatosan megmaradt, és egyébként, ahogy előbb beszélgettetek Hesznával, szerintem a nyitottság az nem feltétlenül világlátás kérdése, vagy sok utazás kérdése, mert sok olyan embert ismerek, akik sokat utaztak, és mégis ítélkezőek. Igazad. Hanem szerintem sokszor annak
Amiatt van, hogy az ember empátiával fordul másokhoz. És szerintem ez az empátia az, ami sokszor képes nyitottá tenni az embereket, és mi folyamatosan ezt az empátiát láttuk a szüleinkben mások iránt. Mindig elgondolkodom, hogy mi keresni valóm van itt, hát tessék, hát itt adom, és nagyon csodálata hallgatom őt. Hát itt van ő is, legyen már itt te is. De olyan büszke vagyok rá, tényleg. Igazából olyan. Mire vagy benne hát, legbüszke? Pont, hát hogy egyrészt ilyen gondolatokat tud megfogalmazni, meg tényleg arra az elképesztő empátiára, ami benne van, és látom, hogy hogyan működik ezekben az országokban, hogy nem csak a munkáját csinálja, hanem hogyan változtatja meg azt a mikrokörnyezetet, amiben van. Tehát ő ezekkel sose dicsekszik, de hogy ő nagyon nagy fókuszt helyez arra, hogy amilyen helyen él, abban a kis közegben mindenkit támogasson azok közül, akikkel kapcsolatban van. És itt tényleg ez ilyen pillangó hatás vagy effektus szerint gyűrűzik tovább, mert akkor azok az emberek a saját családjukon, meg környezetükön is tudnak segíteni, úgyhogy... De tudjátok, mi jut eszembe, hogy ehhez kell az empátia, nyilván nagyon nagy betűkkel, de kell valami hit, hogy érdemes. Mert nagyon sok emberre látom azt, hogy érzékeny, de már nem hiszi, hogy van hol, van mit, és hogy van hatása. És belőletek, meg most Naima főleg belőled érzem, annyira az árad, hogy igenis, hogy igenis lehet. De sokan naivitásnak hívják, szóval nem tudom. Egyébként pont ez, amit Hesna mondta, amikor régebben, mikor a Vöröskeresztnél elkezdtem dolgozni, akkor a barátaim mindig azt mondták, hogy fognak nekem csinálni egy pólót, amire az lesz írva, hogy naív vagyok, de nem bánom. És ahogy ez, tehát, hogy tényleg kell egyfajta, tehát, hogy az emberek ezt az a fajta pozitív hozzáállást vagy optimizmus sokszor naivitásnak ítélik, és én tényleg nem bánom, hogyha naívnak tekintenek, de amikor az ember tényleg energiát fektet abba, hogy a közösségét, meg a környezetét nem megváltoztassam, mert én nem, tehát hogy semmi jogom nincs arra, hogy megváltoztassam, de hogy tényleg, hogy megpróbálok energiát adni nekik azáltal, hogy vagyok, hogy akár mosolygok, hogy csak odafigyelek rájuk, az ember ezt tényleg tízszeresen vagy százszorosan visszakapja. És az a sok energia aztán, amit visszakap az ember, az segít mindig tovább menni, és én tényleg azt gondolom, hogy meg tudjuk változtatni a környezetünket, és hogy tudunk egy elfogadóbb közösségben vagy világban élni, csak sok energia kell hozzá. Ugye azt mondtad, hogy te is, Hesna is sok verset írtatok, de volt, hogy képzőművésznek is készültél, de egyébként nyilván, hogyha összefutottunk volna, és akkor 6-8-10 évesen megkérdezem, hogy Naima, mi akarsz lenni, véletlenül azért nem tudtad volna kottára azt mondani, hogy a Vöröskeresztnél szeretnék terepmunkát végezni Kenyában, Szenegálban, 2 évente költözve, börtönökbe járva, sivatagba, törzsfőnökökkel tárgyalva, tehát azért valószínű, ez így nem lehetett meg, hogy egyébként neked akkor mi volt a víziód a saját jövőddel kapcsolatosan, a szociális érzékenységgel, ezzel az empátiával, vagy éppen cseperedő, vagy nyíló empátiával együtt? Ez érdekes, amit mondasz, mert persze az embernek vannak különböző vágyai, de konkrétan egy olyan 4-5 éves lehettem, amikor az etióp éhínség volt, és nálunk az esti híradó az mindig egy ilyen szent és, ahogy sokan másoknak egy ilyen szent és érthetetlen pillanat vagy időszak volt. És tehát, hogy tényleg így máig látom, apukám olvassa az újságot, munka után néha elszenderedik, anyukám tesz-vesz, és akkor, amikor elkezdődik a híradó, akkor így apukámnak így rögtön kinyílik a szeme, tehát, hogy mintha így lenne benne egy ilyen érzékelő, hogy most kezdődik a híradó, és együtt néztük mindig a híradót. És az etióp éhínség idején, tehát hogy láttuk, és egyébként szerintem biztos ez is nagy hatással volt ránk, tehát hogy láttuk, hogy mi történik ott. És láttuk, ahogyan a Vöröskereszt egyébként segít, és élelmiszert oszt a rászorulóknak, és onnantól kezdve gyakorlatilag a Vöröskereszt végig bennem volt. A humanitárius munka végig bennem volt, hogy szeretnék valami hasonló munkát végezni, néha tudatosabban, néha kevésbé tudatosan, de mindig ott volt, de emellett voltak más terveim, és tehát nagyon szerettem
írni én is, színházban is akartam játszani, tehát hogy nekem is voltak ilyen művészi terveim, aztán igazából, tehát hogy nagyon sok közös van az utunkban, Szolnokra jártam, Rjogra jártam, aztán utána vissza, tehát hogy szerencsém volt, mert azért szerintem sok szerencse is kell az élethez, és az egyetem végén lehetőségem volt jelentkezni a Vöröskereszthez, és végül is rögtön ott kezdtem el dolgozni. Az a baj, röpül az idő, és ugye nekem minden vendéghez van 4 kérdésem, amit fölteszek, és most élnék a lehetőséggel, hogy mind a ketten válaszoljatok, jó? Na, én ma neked teszem fel először, aztán majd így pingpongozunk kettőtök között. Hogy szerinted mi a sikeres élet titka vagy ára? Tehát a siker maga neked mit jelent, és mit gondolsz róla? Röviden? Nagyon röviden? Vagy... Ahogy ismerlek, nem. Jó. Én szerintem a sikert nagyon sokszor egyenlővé teszik a látványos sikerrel, a hírnévvel. Én azt gondolom, hogy a siker ennél sokkal, sokkal összetettebb. Vannak mindennapi sikereink, vannak láthatatlan sikereink. Egy csomó olyan dolog siker szerintem, ami az emberi kapcsolatainkra hat ki. És rövid lettem. Hát, ugyanez a kérdés, akkor gondolj tovább. Uh-huh. És egyébként igen, arra ráfűzve mindent, amit Naima mondott, ezzel azonosulni tudok, tehát inkább csak kiegészíteném az emberi kapcsolatokkal zárta a mondatát, és tényleg az, hogy amit mondott, hogy beleteszünk energiát, és mennyit kapunk vissza, hogy szerintem tényleg ez annyira fontos, és hogy önző módon is csinálhatjuk ezt, mert hogy kutatások vannak arról, hogy ezek a kapcsolódások, ezek a felvillanásszerű mikrokapcsolódások, akár vadidegenekkel, akár a körülöttünk lévő emberekkel, konkrétan úgy változtatnak meg minket fiziológiailag, hogy élettanilag az immunrendszerünk erősödik ettől, a kardiovaszkuláris minden működésünk jobb lesz ettől, tehát hogy effektíve boldogabbak és egészségesebbek leszünk. Mert minden az emberi kapcsolódásról szól. Ahogy így szokták mondani, ugye az ember megtenne bármit, hogy bekerüljön egy közösségbe, vagy ne kerüljön ki. Mert tényleg a biztonságérzetünk, amiről szerintem keveset beszélünk, hogy mennyire most romokban van mindenkinek, és hogy mennyire külső tényezőkbe kapaszkodva próbáljuk ezt visszaépíteni, ezt belülről és az emberi kapcsolódásainkor keresztül tudjuk. Úgyhogy nekem szerintem a siker az valóban az, hogy egy olyan életet tudok élni, amikor a napom nagy részében szerintem harmóniában tudok lenni, és megvan minden ahhoz, hogy azt csinálhassam, ami belülről motivál, hogy a kíváncsiságomnak tudjak élni, ne külső körülmények szabják meg. Hát ára az van, az mindenképp van, felelősség a siker szerintem, mert ebben egyrészt osztozni kell, másrészt a hálát nem szabad elfelejteni, harmadrészt olyan dolgokkal is jár, ami nem mindig kellemes, mert néha nem jó a figyelem központjában lenni, és a siker akkor is ezzel jár, hogyha éppen valaki nem egy televízióban dolgozik. Jöjjön a második, és akkor most veled kezdem. Gazdagság, pénz. Könnyítés és teher. Könnyítés az olyan értelemben, hogy mindenképpen tudja a lehetőségek tárházát bővíteni, de megint csak felelősséget is növeli. Úgyhogy szerintem nagyon fontos, hogy az emberben az alázat meglegyen, akkor is, amikor ezek birtokában van, és úgy tudjon sáfárkodni vele, hogy ne csak a rövid távú célokat és a saját érdekeit, vagy akár a saját kis körének az érdekeit, hanem a hosszú távú nagyobb közjót vagy érdekeket is szem előtt tartsa. Naima? Én annyit tennék hozzá, egyébként hallgattam a beszélgetést Gergővel is, aki ugye gyerekkoráról mesélt, hogy és szerintem azért elég sok család van, akik
gyerekkorukban azért viszonylag nehezebb anyagi körülmények között éltek, és a szüleim erről sokat tudnának mesélni. És azt gondolom, hogy bizonyos fokú nehézségek segítik az ember ellenálló képességének a kialakítását, és egyfajta kitartást. És ez nem azt jelenti, hogy az a jó állapot, amikor az ember nélkülöz, de azt gondolom, hogy annak is megvannak a maga előnyei, amiben jó dolgokra tudja fordítani ezeket a nehézségeket. A jólétnek megvan egy csomó előnye, hogy az embernek megvan az eszköze arra, hogy rengeteg mindent csináljon, de megvan a hátránya is abból a szempontból, hogy szerintem a reziliencia az kicsit csökken. De mennyire vagy boldog és elégedett, Naima? Igazából tehát, hogy nem akarok olyat mondani, ami nem hihető, vagy nem tűnik hihetőnek, de én olyan sok mindenért hálás vagyok, ami folyamatosan boldogságot okoz. És emiatt gyakorlatilag a napnak a 99%-ában boldognak érzem magam, ami egyébként elég idegesítő néha a környezetemnek. Tehát, hogy én olyan kis dolgoknak tudok örülni, ha kis dolognak tekintjük, hogy tiszta vizet iszok. Tehát minden nap, amikor megiszok egy pohár vizet, akkor arra gondolok, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy tiszta vizet ihatok. Amikor tudok kommunikálni a családommal, akkor boldog vagyok, hogy tudok velük kommunikálni, hogy megvan a lehetőségünk, és hogy ott vannak, hogy van hova hazamennem. Egy csomó olyan mindennapi örömforrás van, amiről sokszor megfeledkezünk, és akármilyen oknál, de én ezeket valahogy mindig észben tartom, és ez folyamatos boldogságot okoz. Te hogy vagy a boldogsággal, Heszna, és az elégedettséggel? Nekem, én 99%-ot azért nem tudnék magamra mondani. Én nem is tudnék számot mondani. Én hajlamosabb vagyok belesüppedni szerintem egy picit az önsajnálatba, amikor valami nem jól alakul, viszont nagyon gyorsan ki tudom pofozni magam belőle, mert tényleg így azt gondolom, hogy az, hogy nagyon sokat foglalkozok mostanában pszichológiával, meg ugye a félelmet kutattam, meg most a lelki ellenálló képességet, hogy ez rengeteget segít magamon is, vagy magamnak sokat tudok ezzel segíteni, hogy ki tudok nagyon gyorsan jönni már egy külső perspektívába. Tehát ránézni. Hogy ránézni magamra. Tehát, hogy én azt mondom, hogy alapvetően egy elképesztően boldog és szerencsés embernek tartom magam az időm nagy részében, és amikor nem, és amikor valami nem úgy alakul, ahogy szeretném, akkor már tudom mantrázni magamnak, hogy ítélkezőből váljak megfigyelővé. Hogy ne érezzek szégyent, mert dühös vagyok, ne ítélkezzek magam felett, mert félek, mert félni teljesen normális dolog, ne ítélkezzek magam azért, mert mondjuk valami olyan negatívnak tartott érzés vesz birtokba, amit mondjuk így elítélnek mások, hanem nézem azt, hogy most honnan jön ez, mit akar ez mondani, figyeljen meg magam. És hogy nagyon sokat tanultam magamról ennek köszönhetően, és nagyon sokszor tényleg ennek hála, rá tudok magamra egy picit ilyen külső perspektívából nézni, és amit mondott Naima is, hogy ezeknek vannak nagyon jó ilyen edukatív hatásai, mert hogyha nincs ilyen az életemben, hanem mindig minden adott, akkor az ember valahogy szerintem így hajlamos így belem, igen, ilyen így megrekedni, igen. Úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok a sorsnak, és azt gondolom, hogy a leghálásabb azért vagyok, hogy tényleg ilyen a családom, hogy ilyen gyökereim vannak, hogy ez a kis 13-as magam, így a nagyon szűk család, amiben aztán jöttek férjek, meg gyerekek, meg mindenféle kutyák, stb., hogy még mi most is összetartunk, és együtt ünneplünk, és együtt vagyunk, és ez egy olyan bázistat, hiába vagyunk így szétszóródva, amire ha gondolok, akkor azért így vissza tudok jönni így a... Tehát, hogy nekem igazából tényleg ez a boldogság. Az utolsó kérdésem, és akkor most idefordulok, hogy ha valamihez szurkolni akarok neked, aztán majd neked, Naima, így a jövőben, közeljövőben egyáltalán nem kell konkrétokat mondani, lehet, hogy csak
Szóval mihez szurkoljak? Milyen célhoz? Mi felé törekszel, amiben így csinálok, hogy sikerüljön? Hú, hát most mondhatnék sok szakmai célt pszichológiával kapcsolatban, hogy milyen nagy tervek vannak, hogy le tudjak végre ülni és elkezdeni az új könyvemet írni, mert halogatom és lassú vagyok, ugye? Visszakanyarodjunk a beszélgetés elejéhez. De én azt gondolom, hogy most a legnagyobb kihívás szerintem így harmóniában tartani magam meg a családomat, mert annyira sok behatás jön, annyira sok válságot jósolnak, ami szerintem nem tudom kivonni magamat a fenyegetettség érzés alól, és egyre jobban azt érzem, hogy nehéz harmóniában tartanom magamat és a környezetemet, úgyhogy ha ebben szurkolsz, akkor én azt megköszönöm. Ebben magamnak is, és mindenkinek szurkolok egyébként. És Naima, te mifelé törekszel? Hát most Hesna mondott egy ilyen globálisabb célt, akkor én mondok egy kicsit személyesebbet, hogy kiegészítsem. Én szeretnék a munkám mellett, vagy a munkám után, nem tudom, időt szentelni írásnak, és nagyon szeretném, hogy lehetőség legyen erre, és hogy úgy tudjam alakítani a dolgokat, hogy tudjak írni. Mit írni? Szeretnék könyvet, meg mesekönyvet, ez a két. Gondoltam, hogy könyv, tehát... Miről? Gondoltam, hogy nem kotta valamiért, de hogy nem tudtam, hogy... Nem, azért mondtam a könyvet, mert hogy cikkeket írok rendszeresen, úgyhogy az megvan, de... Alapvetően olyan sok terve van, tehát hogy vannak olyan tervek is, amik konkrétan... élményekkel kapcsolatosak, meg vannak szép irodalmi tervek is. Na, erre voltam kíváncsi, hogy a szép irodalom bejön-e, mert hogy említettük, hogy abban mind a ketten annak idején belekóstoltatok. Hát, csajok, mit mondtok a végén egymásnak? Kóstoltatok búcsúzni? Hát, hogy 20 perc múlva telefonon átbeszéljük ezt. Okay. Meg pont azt mondtam egyébként mielőtt, mert Krista küldött rólad egy fotót, hogy még jó, hogy nem ezt a ruhámat vettem fel, mert pont azon gondolkodtam, hogy nagyon vicces lett volna. Az poén lett volna, de elhiszem. Hozzáteszem, hogy tőle kaptam, szóval ilyen tesók vagyunk, hogy látatlanban merünk ruhát venni a másiknak. Ez szuper. Naima, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Apuéknak is küldhetsz egy puszit, mert látnak téged. Én is köszönöm. Mindenkit puszilok és köszönöm. Küldenek, és akkor köszönöm, hogy velünk voltál, téged pedig kérlek, Hesna, hogy ülj vissza, és tulajdonképpen, illetve maradhatsz is itt, mert nincs más dolgod. Nagyon kell, annyira köszönöm ezt a meglepetést, teljesen kizökkentett egyébként, de annyira örülök neki, hogy ezt így kitaláltátok, igen. Hát ezt, itt van egy nagyon jó csapat, én egy learatom. Nagyon, nagyon klassz ötlet volt tényleg, és megható volt. Örülök, hogyha örültél. Azért remélem, hogy mivel hogy a szép irodalmi véna ott van benned meg az írásé, tudod, van ez az emlékkönyvünk, talán már hallottál róla, hogy lesz egy kiállítás majd, amikor az összes Én sztorim vendég üzenete összegyűlik itt a József Attila Művelődési Központban, és akkor arra kérlek, hogy te is vess néhány gondolatot üzenetként az itt idejövőknek, az itt élőknek, az ide látogatóknak, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Köszönöm. Ez volt az Én sztorim Olá Gergővel, aztán Algai Hesznával, illetve a testvérével Kenyából. Remélem, hogy legközelebb is találkozunk, és bízom benne, ami mindig a szándékunk, hogy az a másfél óra, amit együtt töltünk, inspiráló mindenki számára, és legalább egy-egy gondolat, vagy egy-egy gondolat morzsa méltó arra, hogy magukkal vigyék. Köszönöm szépen!